Elvirágzott a körte, hullanak a virágszirmok, és magán a fán megjelent a körte gubacsatkája. Nem okoz jelentős gazdasági kárt, inkább csak esztétikailag zavarhat valakit, illetve sokan összetévesztik még mindig a körte varasodásával. Ez viszont nagy félrecsúszás lehet, hiszen az egy gombabetegség, ellene gombölőszerekkel lehet védekezni, ez ellen, meg ha valaki úgy gondolja, akkor atkölőszerekkel védekezhet. Még talán mindig felszívódik a gubacs belsejébe, és ott megöli az atkákat, a almatermésőkre alma engedélyezett négy atkölőszer közül a nisszorun és a zoom, ezek áthatolnak a úgy úgynevezett translamináris atkölők, de az Envidor és az Ortus is használható majd később másatkafajok ellen. Később bebarnulnak ezek a szemölszerű kinövések, ez okozhatja a félreértést, az összekeverést. Ö, akit tehát zavar, akár csak esztétikailag, az most elvégezheti a permetezést, vigyázzanak a mély értékére ezeknek a szereknek, megtalálják a címkén, illetve többségüket csak egyszer lehet használni évente. Sok sikert kívánok a körte termetezéséhez. Ha érdekes volt ez a videó, akkor iratkozzon fel a csatornánkra, és kattintson rá a harangomra, így folyamatosan kapja majd ezeket a felhívásokat, értesítéseket.